És engedjék meg, hogy én is külön tisztelettel köszöntsem városunkban Czibere Károly államtitkár urat. Nagy öröm számunkra, hogy ellátogatott hozzánk, és szeretném ugyancsak üdvözölni dr. Pál Attila urat, az Alamegyei Közgyűlés alelnökét, üdvözlöm dr. Palás Gabriellát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, az Alamegyei igazgatóját, intézményvezető asszonyt, köszöntöm a megjelent szociális intézményrendszerben dolgozó kollégákat, valamint ugyancsak üdvözlöm Stróber László római katolikus apát plébános urat, Török Zoltán református lelkész urat és Szabó Vilmos evangélikus lelkész urat. Ahogy a bevezetőben megfogalmazott Paulo Coelho idézettől is olvashattuk, mindannyiunk számára fontos az, hogy egy gondoskodó társadalomban és azon belül egy gondoskodó városban éljük a mindennapjainkat. Államtitkár úr is szólt arról, hogy mennyire fontos az idősekre való odafigyelés, de hogyha valóban belegondolunk abba, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években és évtizedekben a mi szüleink, nagyszüleink és dédszüleink mit hagytak ránk, milyen örökséget kell nekünk tovább vinni, mennyit tettek azért, hogy ez az ország, ez a megye és ez a város felépüljön újra, akkor azt gondolom, hogy különösen nagy a mi felelősségünk. Nagy a felelősségünk, mert ezt az örökséget nem csak hogy tovább kell vinnünk, hanem egyben azokra az emberekre oda is kell figyelni, hogy aztán idősé válva a mi gondoskodásunkra szorulnak.